Eminenciás bíboros úr, tisztelt vezérigazgató úr, igen tisztelt almasszony, kedves munkatársak a Magyar Televíziótól és a Caritastól. A Jónak lenni jó adománygyűjtési kampány előkészítését tavaly október közepén kezdtük el. Korábbi megbeszélések, egyeztetések már voltak, és így mintegy másfél hónap alatt számos lehetőséget kaptunk, amelyekben széles körben mutathattuk be a rászorulók megsegítéséért végzett tevékenységünket. Az első pillanattól tudtuk, hogy komoly munka vár ránk, mind a műsor elkészítésében, mind pedig az ezt követő megnövekedett kérések teljesítésében. Nagy öröm volt számunkra ez a közös munka, amelynek során a közszolgálati média minden munkatársa különös figyelemmel és érzékenységgel kapcsolódott be, akár csak egy-egy alkalommal is mindennapjainkba, és támogatottjaink sokszor igen nehéz körülmények közt zajló életébe. Külön is szeretném kihangsúlyozni egyházmegyei igazgatóink dicséretét, amellyel a Dextra Média munkatársait illették, az általuk készített embermesék sorozatban olyan komoly gonddal küzdő problémákról készítettek riportokat, akik sokszor szégyenkezve, a nyilvánosságot kerülve próbálták élni a mindennapjaikat, a kiválasztott családok, emberek minden forgatás után örömmel számoltak be arról, hogy a stáb tagok kedvesen, problémáikra érzékenyen, élethelyzetüket tiszteletben tartva beántak, beszélgettek velük, így számukra is egy szép emlék maradt a forgatás, és barátságos érzésekkel búcsúztak a stábtól. És itt köszönöm meg külön a Katolikus Rádiónak is, és a Mária Rádiónak is azt a támogatását, amelyet egész műsor folyam alatt biztosított a Caritasnak. A szerkesztőknek köszönhetően igazi csodákat is megélhettünk, hiszen több rászoruló gyermek nagy álmát sikerült megvalósítani az MTVA munkatársainak a jóvoltából. Jövendő mikrobiológusok, sakkmesterek, sportolók kívánságai teljesülhettek, de fogyatékkal élő gyermekek számára is emlékezetes órákat, perceket tudtunk szerezni, amelyekről csillogó szemmel számoltak be a műsorban. A műsor közelettével felkészültünk az azonnali segélyek megsokszorozódására is, és éppen ezért minden egyházmegyei Caritas központnak 500 000 forint keretet biztosítottunk, amelyből akkor élelmiszercsomagokat állítottak össze, így az adást követően több mint 1500 családnak tudtunk még akkor az ünnep előtt segíteni. A Jónak lenni jó kampány igen szép eredménnyel zárult. A média már bekapcsolódott akkor, amikor a Szent Erzsébet napi gyűjtés elindult, hiszen azt is hirdette többször is, és ennek eredményeképpen abból a gyűjtésből több mint 80 millió forint folyt be, amelyet a plébániák Caritas csoportjai, illetve az egyházmegyék Caritas központjai kaptak. A műsort követően az adományokból, valamint a 1356-os adomány vonalra érkező hívásokból további 46 millió forint jött össze. És itt szeretnénk megköszönni ismételten mindazoknak, akik támogatták, akár anyagilag, akár pedig tárgyi vagy egyéb felajánlásokkal ezt az egész programot és ezáltal a segélyszervezetünket.
A kapott adományokat teljes egészében a rászoruló családok támogatására fordítottuk. Mintegy 100 családnak segítettünk már krízis támogatással, közüzemi tartozásaik rendezésében, gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszközök beszerzésével. Aztán az adományoknak köszönhetően több családnak tudtunk nagyobb támogatást is adni. Például építettünk steril szobát egy leukémiás fiúnak, fürdőszobát egy sokgyermekes családnak, kifizettük egy súlyos beteg kislány orvosi vizsgálatát. A Caritas igyekszik hosszú távú valós segítséget nyújtani a rászorulóknak, így az öngondoskodásban való támogatás kiemelt figyelmet kap. Ehhez jelentenek nagy segítséget például a papírhulladékból tüzelő briket készítésére alkalmas gépek. Ilyen gépekből is tudtunk most beszerezni, amelyeket kölcsönadva a családok egy-egy nyár alatt az egész évi tüzelőt elő tudják állítani. Bár ez a műsor folyam ez lezárult, a munkánk azonban nem ért véget, sem nekünk, sem a televízió munkatársainak. Keresnünk kell továbbra is azokat a lehetőségeket, amelyek segítségünkre lehetnek az elesettek, a rászorultak támogatásában. A jónak lenni jó során megtapasztalt összefogás megerősített minket abban, hogy a média segítsége nélkülözhetetlene szolgálat széleskörű ellátásában. Hálásan köszönjük mindannyiuknak a munkáját, azok nevében is, akik a műsornak köszönhetően kértek és kaptak is segítséget, vagy akik a jövőben fognak kapni, és reméljük, önök is szép emlékekkel gazdagodtak ebben a közös munkában, és azt is reméljük, hogy még lesz alkalmunk máskor is közösen a jó ügyet szolgálni. Ahogy a műsor ideje alatt is tapasztaltuk, a jó az nem ismer határokat. Ez megmutatkozott a telefonhívásokban, megmutatkozott a felajánlásokban is, hiszen határokon túlról is számtalan hívás, felajánlás érkezett. A jó nem ismer határokat, és ez a jó hír, ez eljutott Rómába is, és a Szent Atya egy külön áldással tisztelte meg, és köszöni meg mindnyájuknak ezt az együttműködést. Megkérem Bíboros atyát, hogy az erre érkezett pápai áldást adja át. Köszönöm szépen. Őszentsége Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását a Katolikus Caritas országos karitatív összefogásában együttműködők, valamint Siklósi Beatrix és a Magyar Közszolgálati Média munkatársai életére és munkájára, mint mennyei kegyelmek zálogát. Szeretettel gratulálunk és köszönjük szépen! Eminenciás Uram, Dalma asszony, tisztelt kollégák, és valamennyien, akik részt vettek ebben az akcióban. Óriási élményed és nagy meghatottság a kezemben tartani ezt a pápai áldást. Életemben másodjára fordul az elő, hogy egy olyan intézmény, ahol én dolgozom, pápai áldást kap, hiszen a televízióban kezdtem pályámat, amelyiket az előző pápa, II. János Pál áldásával indítottunk útjára, és úgy látszik, hogy az elmúlt 20-valahány év nem telt el hiába valóan mindannyiunk számára, akik a közszolgálatban dolgoznak, mert őszentsége ismét észrevett bennünket.
Én nagyon szépen szeretném megköszönni minden kollégámnak a munkát, kiemelve Siklósi Beát ebből az egészbe, hogy itt nagyon helyesen meg is van említve. És azt tudom ígérni valamennyiünk nevében, hogy nem állunk meg, folytatjuk, és ez egy újabb erőt ad nekünk ahhoz, hogy folytassuk ezt a munkát. Köszönöm szépen mindenkinek.